Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Nagy János kapitány nevében Zakar Ádám másodkapitány beszél. Ez itt az Ikarusz Tabdi önkéntes tűzoltójárata. Üdvözlöm kedves utasainkat, a helyi óvadásokat! Kérdésünk. Mi a közös a 82 éves Tóth Imrében és az 5, illetve 6 éves Tabdi óvodásokban? A válasz mind a ketten a lángokat oltanák. Az ezer lelkes alföldi községben található ugyanis Magyarország első óvodai tűzoltósága, ahol a gyerekek játékos formában szerezhetnek komoly tudást a lángok okozta veszélyekről. Az első versenyünk császártörtésén volt, valamikor lovas kocsival mentünk. Úgyhogy én azóta csinálom. Édesapám alapította a tűzoltó egyesületet, 1950-ben alakult a község. 50. március 17-én megalakult a tűzoltó egyesület. Ő volt az első parancsnoka. Szeretném nektek bemutatni ezeket az eszközöket. Ez ki tudja, hogy micsoda? Ez a cső. Ez a cső. Mi? Nem, ez a... Noncsi? Amiben ezt felkezdte két cső. Ez a su... Sugárcső. Sugárcső. Úgy van, körbeadom, hogy mindenki meg tudja fogni. Hogy hívják azt, ahol a hivatásos tűzoltók dolgoznak? Az a tűzoltó... Laktanya. Állomás. Meg az Iszu nénit hallottátok? Úgy is hívjuk, hogy... Tűzoltó laktanya. Laktanya. Igen. Tűzoltó laktanya. Imre Ácsi, bejöttünk ide, és ezt a képet vetted le először. Nyilván ez talán a legerősebb érzelmi kapocs neked? Hát igen, mert mivel apám kezdte a tűzoltóságot, és annak folytán viszem én, és a fiam is, az mind hivatásos tűzoltó. És van a hangjelzésük, és milyen jelzésük van még? Fényjelzés. Úgy hívjuk, hogy hangjelzés és fényjelzés. És hogyha megyünk autóval az úton, és jön egy tűzoltó autó szirénázva és villogva, mit kell tenni? Akkor le kell venni a szirénát. Előre kell engedni. És miért kell elengedni? Azért, hogy sietni. Ezt csak most gyakoroljuk, az arra a parancsnokunk. Rendben, nem kell senkinek kiállni, elmondani a parancsot, jó? Együtt mondjuk, jó? Tűzoltó uraj, vigyázz! Tűzoltó uraj, vigyázz! Kocsifecskendőről sugarat szerelj! Táplálás helyben! Táplálás helyben! Sugár egyenes! Sugár egyenes! Rajta! Rajta! Hétfőnként szoktuk felvezetni a témákat, ugye a hétfő az nem annyira gördülékenyen megy, de a hét folyamán kinyílik az érdeklődésük, és tényleg minden érdekli őket, és akkor hétközben belelendülnek így a témába. Gyerekek, szirénázunk egyet, jó? Garantált a siker. Ezen a héten minden a tűzoltókról szól, megpróbáljuk belevinni az énekfoglalkozásba, a mozgásos tevékenységbe, a vizuális foglalkozásba, és itt, amit ti is láthattatok, például egy tűzoltóautót festettek. Szabolcs-Veresmarton voltunk a diák tűzoltó versenyen, ahol első helyezést értünk el, és annak eredménye után rendeztük meg Tabdiba a diák tűzoltó versenyt. Erre az alkalomra megcsináltam ennek a kocsinak a kicsinyített mását, ami az óvodásoknak lett. Tűzoltóra, vigyázz! Kocsifecskendőre sugarat szerelj, táplálás helyben sugár egyenes rajta!
tűzoltó leszek katona, vagy vadászat terelő juhász. Itt ebből kiindulva akar, valószínűleg a legtöbben tűzoltók akarnának lenni. Ezen nem? A héten biztos. Ezen a tűzoltó projekt, hát én ezen biztos. Volt egy régi kocsi festkendő versenyszabályzat, és azt leírtuk, és akkor azok után csinálták a óvónők a dolgot. Hát ez pár szó, én is benn voltam megnézni, ha ez nem jól csináltad, em így kellene. De hát ugye ezért szót fogadtak a óvodások. Személyes kapcsolatom is van az ovis tűzoltókhoz. Lehetőségem volt az első közt részt venni, 95-ben, mikor Eszter óvónéni és Imre bácsi megálmodták ezt az ovis tűzoltót. Benne voltam abban a hétfőben, akik elsőként részt vehettek. Élmény, maradandó, mondhatom azt, hogy maradandó élmény. Mire emlékszek? Az egyenruhára. Azt akkor is nagy élmény volt felvenni az egyenruhát. Ha a riporter kolléganő állna mondjuk itt a helyemben, akkor biztos azt mondaná, hogy ennél cukibb dolgot nem is tud elképzelni, mint hogy ilyen kicsi kis gyerkőcök ilyen kis ruhában vannak. Ausztriában itt volt a Krems városnak a delegációja, és azok is nem győzték a fotózást, hogy milyen jó is ez. És mit éreztél te? Dobogott a szíved, hát, gondolom, hevesen. Mint most. Már egy ilyen ünnepségre zsebkendő nélkül nem érdemes elindulni, nem? Nem. Imre bácsi. Nem. Kisebbik lányom még kis csoportos, de remélem, hogy őt is rá tudjuk venni erre, de a nagyobbik lányom az egyből benne volt, hogy akkor ő is. Igen. Szakmai szemmel milyenek voltak a mai óvisok? Hát tündérek. Ahhoz képest, hogy hétfőn kezdték el, ahhoz képest nagyon jól csinálták. Tűzoltóra vigyázz, pihenj! Az érzelmi kérdések mellett természetesen a szakmaiakat sem nélkülözhetjük. A Vörös Kakas az elmúlt 7 évtizedben természetesen Tabdit sem került el. Imre bácsi és csapata több komoly tüzet is megakadályozott. A legemlékezetesebb talán az volt, amikor az éves közgyűlésük közben szólalt meg a sziréna. Kaptuk a riasztást, itt a most jelenleg nincs vasút, de vasút mellett töltve erdő van, és ott egy illető gyújtogatott. Oda mentünk, de itt eloltottuk a tüzet 50 méterre, amottan újú fővángolt. Az illető nem tudtuk elfogni. Éjjel 11 óra lehetett. Hát mindenki ünneplő suhába volt, ahol a csatornán át kellett menni, térdig elérő vízbe, de megcsináltuk. Szabad téren tartottátok a közgyűlést? Fejeztétek be? Hát, nem, már a gyűlés vége volt, már baráti beszélgetés volt. Utána volt nótaszó is, mert főleg az idősebbjei, azok hamarabb elkezdték a nótát. De ez volt az igazi. Úgy is fogalmazhatnék a végén, hogy szomjatokat oltottátok, nem? Igen. De jó is volt. Meg az is kell. Milyen ember Imre bácsi? Hát egy csupa szív, azt mondhatjuk. Ez az első, ami eszembe jut róla, hogy egy csupa szív, és szívvel lélekkel csinálja ezt az önkéntes tűzoltóságot és egyesületet, és ő az, aki a hátán viszi az összes korosztályt, szóval az óvodásokat, a gyereklánycsapatot, a fiúlánycsapatot, a felnőtteket, nőket, férfiakat, és a szenior csapatot is ő karolja fel. Ahogy a mesében minden jó, ha a vége jó,
A sikeres gyakorlat után az óvodásoknak is járt a jutalomút az 1965-ös Ikaruszon, ami ezúttal nem a tűzhöz vonult, csak ugyanazzal a tempóval robogott végig a Kiskörösöz közeli település főutcáján. Nagy volt a kor, akkor a kis tűzoltók jöttek velem, és akkor locsoltuk az utat, és élvezték, hogy végre tűzoltókkal mozogunk. Most inkább te egyébként nézz előre, de tudom tolmácsolni, hogy milyen arcok vannak mindenkinek ekkora most, hogy a száján. Így van. Ők még nem voltak velünk, de az ilyen élmények adják meg az alapját annak, hogy később ők az egyesület erős alapját akarják adni. Jöttek máskül gyerekek? Persze! Zara pont ezt kérdezte, hogy a többiek nem lesznek mérgesek, hogy csak ők jöttek-e? Nem, majd tavasszal, akkor megépülünk tavasszal mindenki jöhet. Akkor ott lesznek. Megyünk a kis autóval, és megyünk ezzel nagyja is. A több időnk lesz, több hely lesz. Tavasszal, amikor lesz a tűzoltó projektünk, akkor egy hét csak erről fog szólni, jó? Óvodások is telefonnal járnak, akkor... Ők azzal születnek. Így. Na, azért mondom, hogy szóval egyre nehezebb a önkéntes tűzoltóságot föntartani, meg szervezni. Na, de ha valahol, akkor óvodáskorban lehet egy figyelmet nekik találni, igen, keresni, nem? Hát gondolom, hogy így van, mert tapasztalat azt mutassa, hogy minden évben megvan. De meg szokott lenni a falunap, akkor minden évben kint vannak a óvodások bemutatott, mert ugye a falunapkó vidékiek is vannak. Azután a fiam hivatásos tűzoltó lett. Ybl Miklós főiskolán végzett tűzoltó mérnökit. Jelenleg Kecskeméten a katasztrófa védelmi igazgatóságon dolgozik. Büszke vagy a pályaválasztására a fiadnak? Hogyne! Jelenleg is alajzvezér. Elkezdtem 12 éves koromban, és még mai napig is csinálom, sőt, otthon van egy serlegem, amikor 80 éves voltam, még a csapatban szerettem. Tehát ez... Szeretni kő. Ez szakmát csak szeretni lehet. Aki nem szereti, az ne is menjen tűzoltónak.